Na srácok, nagy nap ez a mai, mert megjelent a Gears of War 4, ami egy több éves GOV elvonási ciklusnak hivatott véget vetni, hiszen hiszitek vagy sem, de több mint 3 év telt el a Judgment óta, és 5 év az utolsó számozott illesztés a 3 óta. Szóval éppen ideje volt visszatérni a Locustokkal túl zsúfolt Serrára 25 évvel később. A játék mostani főszereplője a visszavonult háborús hős Marcus Fenix fia, JD. Ő most mutatkozik be a közönségnek, tisztességes hivatali munkahelyet ő is apja örökébe lép, nem csak a láncfűrészes öldöklés tekintetében, de az ő feladata sem kisebb, mint megmenteni az emberiséget egy újonnan felbukkant fenyegetéstől. Ahogy pedig haladnak előre az események, szépen lassan felbukkan egy régi ismerős is. Mikor megláttalak, hálát adtam a magasságos Úristennek! Mint kitalálható, innentől részben családi biznisz lesz a Gears of War 4, amit egyébként már az Unreal Engine 4 hajt, úgyhogy végre láthatjuk egy normális játékban is mire képes az Epic motorja, így 3 évvel a megjelenése után. Ilyenkor szoktam kezdeni azt a mondatot, hogy az XY játék, esetünkben a Gears of War számos területen változott, vagy hogy rengeteg pontban változott. Az igazság azonban az, hogy nem, és ez egyszerre jó és rossz hír. A környezet továbbra is Gears of War-os, szóval erős Warhammer 40.000 áthallásosan stílusos és igényes. Van egy egységes atmoszférája, amit akkor is érzünk, ha a katakombákban vagyunk, vagy egy vihar szaggat a hegycsúcson tornyosuló gótikus kastélyban. Ami izgalmasabb újítás a pályákon, hogy most már felfeltűnnek elektromos viharok, amiknek nyelveit bevonzuk magunkhoz a mozgásunkkal, szóval ügyesen kell kiszámolni, mikor ugrunk ki a fedezék mögül, és mikor lapulunk inkább, mint szaragazba. Megjelentek különféle barikádok is, amiknek a jól időzített lebontásával el tudunk szabadítani különféle szemeteket, meg roncsokat, ezzel megritkítva az ellenséges sorokat. Ezzel együtt a pálya is rombolható lett bizonyos mértékben, bár ez inkább csak területeken lesz érdekes, nem mindenhol. Ezen felül némileg javultak a környezeti fények is, kurva jól néz ki a páncélzatunk és az esőben arról lepergő víz, és ide sorolnám a szélben lengetett fákat, és úgy általában a növényzetet is, ami sokszor nagyon baljós, horrorisztikus atmoszférával tudja átítatni a hamarosan úgyis vérben és belegben úszó csatamezőt. Ha már szóba került maga a harc, a Gears of War 4 maradt egy aréna shooter, amit hosszabb, rövidebb folyosók kötnek össze egymással. Az ellenfelek 3 osztályba sorolhatók. Van, akikbe elég egy tár, van, akikbe ennél több kell, és van, akikbe egy pajtányi ólom is kevés. Kapunk pár új csúzlit, és persze megmaradtak a hagyományos láncfűrészes darabolások, melyeket úgy is vadászni fogunk, hiszen ez adja meg a Gears of War velejét, hogy nem szarakodunk, nem a horizontról tudjuk le az ellenfelet, hanem minél közelebbről, ahol JD a segükbe mélyezteti a láncfűrészt. Apám is kemény volt, én is kemény vagyok, nekem mindegy, hogy milyen korban élünk! Ami még egy érdekes újítás, hogy a fedezékek mögül már ki tudjuk kapni a... Nem leplezem tovább, a Locustokat. Há, milyen meglepetés, hogy ők azok mi? Szóval, ha egy vonalba vagyunk az akadály túloldalán lévő hülye gyerekkel, akkor átnyúlhatunk érte, átsegíthetjük satnyúlt testét a mi térfelünkre, és válogatott eszközökkel megalázhatjuk a rusnya seggét. Lesznek ilyen félbosszok pályaszerte, akik vagy méretes csúzlival közlekedő ólomkedvelő Locustok, akikbe csak a túladagolás segít, vagy a most már őket uraló Swarm egyedei, akik lehetnek ugrabugráló közellenségek, akik közelből csak arra lesznek jók, hogy ne rozsdáljon be a láncfűrész, tüskedobálók, hordozók és ilyen melák b***k, akikben az a közös, hogy a hasokon lévő világító bordát, hasat kell lőni rajtuk. De természetesen ezen kívül is fogunk találkozni régi ismerősökkel és néhány hirtelen felbukkanó, elsőre beazonosíthatatlan tökkel. Kurva életben, ki ez a fasz? Mielőtt áttérnék a multiplayerre és a horda módra, szükségszerűnek érzem elmondani, hogy a Gears 4 egyjátékos kampánya iszonyúan fárasztó. Nem nehéz, fárasztó, ami azért elég komoly. Hardcore fokozaton legtöbbször csak azért haltam meg, mert már fáradt voltam, és nem vettem észre, hogy lepottyan mellettem egy gránát. Vannak kis boss összecsapások, ahol bőven elég, ha rohangálunk a pálya peremén, mert az embereink úgyis elvégzik majd az aprítás nagyját. Mindezt úgy, hogy nem kóban játszottam, amiből van helyi és online mód is. Említettem, hogy fáradt voltam, nos, igen, ezzel az állapottal azért elég sokan szoktunk találkozni. De a Gears 4 ezt az állapotot úgy 2 óra húzamosabb játék után ki tudja váltani az emberből, a reggeli ébredés után akár egy órával. Nem mondanám, hogy unalmas a Gears of War 4, nem erről van szó, sokkal inkább arról, hogy ez a játék nem változott eleget ahhoz képest, hogy mennyi idő telt el a harmadik rész óta. Ebben valószínűleg annak is jelentős szerepe van, hogy a játék első 2-2,5 órájában végig robotok ellen kell harcolni. Egy Gears of War-ban. Szegény láncfűrészem azt hittem bepókhálósodik. Rod Ferguson boss szerint a negyedik résszel vissza akartak térni a Gears of War franchise gyökereihez, ami tök jó, csak a jelek szerint ez számukra az első részt jelentette, ami szinte minden tekintetben a széria leggyengébb illesztése volt, de még abban is voltak dramaturgiai fordulatok és olyan epikus pillanatok, amik kiemelték a Gears of War-t az akkori eresztésből. Sajnos pont ezek a pontok hiányoznak a Gears 4-ből, és bár vannak nagyobb és még nagyobb szörnyeink, de végeredményben ez egy mezei szörny shooter lett, leszámítva robotos indítást.
a karakterek is elég furcsa irányt kaptak, Marcus Fenix macsónak szánt egysorosai mostanra a legtöbb azonosulási faktort elvágták a játékossal. Jelenléte statisztálással fakult, és körülötte mindenkinek van véleménye az eseményekről, míg az ő tőmondatai a karcosság ellenére is inkább gyenge elmélyűségről árulkodnak. Ettől függetlenül a játéknak megvannak a maga pillanatai, és vissza-vissza vonzza az embert magához, csak éppen nem mindenkit fog tudni huzamosabb ideig ott is tartani. És igen, kitalálhatjátok, hogy ez nagy részt a történet ordító hiányának tudható be. Hiába Ramin Djawani zeneírói tehetsége, a Trónok harca ezer dallama sem tudná felettetni velünk, hogy a játék konfliktus generálással próbálja helyettesíteni a történetet. Itt eltűnik valaki, mentsük meg. Most eltűnt más, őt is mentsük meg. Most ránk tört 300 szörny, barikádozzuk el magunkat. Itt egy boss, lőjük szét. Ez többnyire elég egy arénaharc kontextusához, de ezen felül az eseményeket semmi nem fogja össze. Önmagában ez sem lenne gond, mert az első Gears is hasonlóan hiány volt az érdemi történetnek, szóval itt is megadhatnánk, hogy majd a folytatásban. Csak furcsa, mert ez egyfelől nem az első rész, másfelől, ahogy korábban is mondtam, a sorozatra jellemző ütős jelenetekből is elég csúnyán húztak a fiúk. Említettem, hogy ez a játék nem arról szól, hogy egyszerűen csak kinyírjuk a szörnyeket, hanem minél közelebbről, minél szaftosabban. Na most, a vadi új hordamód éppen erre fog kapacitálni minket. A mozgás az új hordamód jelszava. A bázisunkat bárhova mozgathatjuk a térképen, hogy aztán ott megvédjük. Most már nem csak az lesz, hogy egyre újabb játékszereket kapunk, amivel megvédhetjük a bekempelt állásunkat, hanem ezek a fegyverek úgy válnak elérhetővé, ha a hullák helyén maradt krediteket begyűjtjük. Persze erre sincs végtelen idő, sőt szinte sem ennyi, úgyhogy még ha a lőtornyokkal is vesszük körül magunkat, tanácsos mozogni a pályán. Folyamatosan. Megjelentek a kasztok és a kasztonként kioldható bónuszok, ami kísértetiesen emlékeztet a Halo-ban látottakhoz. Az új hordamód valószínűleg nagyon meghathatta a készítőket, mert a single playerbe is legalább 4, de szerintem több olyan szakasz is került, ahol védelmi állást kell kiépítenünk a hullámokban támadó ellennel szemben. A Gears of War 4 egyértelműen multiplayerre van kihegyezve, orbitális tévedés azt gondolni, hogy nem. A Gears of War 4 jó játék lett végeredményben, de tudni kell, hogyan közelítsünk hozzá. Ez már nem az a Gears of War, aminek egyedül is neki lehetett esni, és hajd de jó kaszabolunk egy picit. Persze technikailag lehetséges, de elég feltűnően eltolódott a hangsúly a multiplayer irányába. Hozzáteszem, hogy jól is áll neki. Véleményem szerint ez a hordamód izgalmasabb és feszültebb, mint korábban, aztán meglátjuk, mi lesz a visszajelzés a közösségtől. Nem rengett meg a föld, nem kelt fel új nap a Gears of War egén. A negyedik rész sok szempontból pontosan olyan, mint az elődei, hol többé, hol kevésbé, de végeredményben ez a nap most is ugyanolyan ragyogóan fénylik, mint az előző generációban. Sziasztok!